Az óvodásoknak szervezett sport délutánok és vetélkedők a legnépszerűbb suliváró programok. A Vaszari iskola minden évben ovi olimpiát szervez a nagycsoportos óvodásoknak, akik már alig várják, hogy átléphessék az intézmény küszöbét. Izgatottan készülünk, és igyekszünk minél változatosabb programokat összeállítani. Hát a mai program az elsősorban a testnevelő kollégáknak feladat, hiszen ők szokták összeállítani a sportos feladatsorokat, de ezt nagyon-nagyon szeretik az óvodások, és mindig nagyon nagy élménnyel térnek haza. Úgyhogy erre nekünk kimondottan készülnünk nem kell, legfeljebb csak lelkiekben. A mese délután az, amire mi készülünk, erre nagyon nagy szeretettel várjuk az elsős, leendő elsős gyerekeket, illetve a szüleiket. Itt egy mesével, meg egy kis kézműves foglalkozással fogjuk őket várni. Ez több szempontból is fontos. Az egyik az, hogy az óvodás gyerekek ismerkedjenek az iskolával, ők már ilyenkor nagyon várják, hogy iskolába kerüljenek, és ez egy nagy élmény nekik, hogy bekerülhetnek, és ők maguk is részt vehetnek egy iskolai foglalkozáson már, mint egy iskolás szinte. Másrészt meg megismerkedhetnek a szülők velünk is, leendő pedagógusokkal, illetve mi is találkozunk már a gyerekekkel, tehát nem leszünk idegenek nekik, amikor majd szeptemberben itt először, illetve itt most már nem először fogunk találkozni velük. Ez az első program, amit a szülőknek, illetve a jövendőbeli elsősöknek kínálunk. A mai egy sportos délután, ahol a gyerekek különböző állomásokon feladatokat végezhetnek, ez alatt pedig a szülők a tanítónénikkel ismerkedhetnek meg, akik a jövendő első osztályban fognak tanítani. És van még két másik programunk, ez a mese délután lesz majd, február 27-én, amikor is egy kézműves foglalkozás keretében tudnak találkozni a gyerekek a tanítónénikkel, illetve szintén a szülőket is várjuk, és indul egy emelt szintű matematika osztályunk, ahol pedig képességmérésre várjuk majd azokat a gyerekeket, akik ezt az osztályt szeretnék megpróbálni. Különböző állomások lesznek, ahol ügyességi feladatokat próbálhatnak ki a tanítónénik felügyeletével a gyerekek. Vannak segítőink, akik szintén segítik a kis ovisokat a feladatok megoldásában. Ügyességi feladatok, mászás, kúszás, kis célbadobás, tehát tényleg játékos délutánra készülünk. A szülők nagyon kíváncsiak arra, hogy melyik osztályba kerül a gyerekük, milyen tanítónénit fognak választani. A gyerekeknek is nagyon sokszor van beleszólása abban, hogy melyik tanítónénihez irassák őket, és itt tudnak találkozni kötetlen formában még az iskola megkezdése előtt a tanítónénikkel. Nagyon fontos az, hogy a szülők megismerjék az iskolának a programját, hogy milyen módszerrel tanítanak a tanítónénik, de én azt gondolom, hogy első osztályban elsősorban tanítónénit választanak a szülők. Nagyon sokan szoktak eljönni most már az utóbbi egy-két évben, számon tartjuk, hogy milyen létszámmal jönnek, és nagyon örülünk, hogy magas létszámban érdeklődnek az iskolánk iránt a szülők, illetve a gyerekek is.